nem maradt más hátra, lássuk az 5 nyertes számot. Megnyomtam mindenféle gombot, nem indult el a kompresszor, úgyhogy átmegyünk a másik géphez, amit ugyancsak felügyelt a sorsolási bizottság. Reméljük, hogy ez működik. Ezt is megnyomtam. Na, nézzük. Menjek vissza esetleg a másikhoz? Nem? Nézzük. Így kezdődik az új esztendő. Reméljük, hogy az összes többi annál jobb lesz. Megnyomom még egyszer. Nincs levegő valamilyen okból kifolyólag. Egy kis türelmet kérünk. Igaz, hogy 7 perc a műsoridőnk, és azt mondták, hogy van bőven időnk, hát azt hiszem, hogy most ki fogjuk tölteni. Reméljük, hogy azért ki fogjuk tudni húzni a 5 nyertes számot. Uraim, mi a teendő? Próbálkozzunk a másikkal? Jó, akkor kihúzzuk a Joker számot, abban van levegő, meg lehetne tudnunk? Fábián Erzsébet, a Szerencsejáték RT munkatársa segítségünkre lesz. Nézzük meg, hogy a Joker számot, ha kihúzzuk, addig, amíg a levegőről gondoskodnak munkatársaink, hogy ebben van-e. Na most akkor ellenőrizzük, hogy melyik gépben van levegő. Egyikben sincs? Tessék? Kézi húzás van, akkor arra kérem Bicske Inét, a Szerencsejáték RT munkatársát, legyen segítségünkre. Mi a teendő? A teendő az az, hogy kézzel fogjuk kisorsolni az e-heti nyerőszámokat. Kérem szépen a kollégákat, hogy készítsék elő a számgolyókat ehhez. Tehát kézi sorsolás lesz. Na most, hogyha a televízióban erről nem lesz már időnk, hogy erről közvetítést adjunk, akkor ezt mi a sorsolási bizottság előtt ezt megtesszük, és később az adás folyamán ismertetjük a nyertes számokat. Rendben van ez így? Jó, igen. Akkor elmondom azt még egyszer, hogy a 6-os lottó nyertes számai a 24-es, 29-es, 32-es, 38-as, 40-es, 45-ös, a pótszám a 33-as. A Joker számot remélem fölírták, íme itt van, elmondom még egyszer, 483-097-es, és a sorsolási bizottság tagja előtt kézi sorsolással kihúzzuk az 5 nyertes lottószámot, amit a későbbiekben a rádióhallgatókkal és a televízió nézőkkel is ismertetünk. Hát akkor, hölgyeim és uraim, kedves lottozók, ez volt az 53. heti. Reméljük, hogy az első heti, amire egy hét múlva sor kerül, az szerencsésebb lesz. Persze ez nem jelenti azt, hogy önök nem nyerhetnek 110 vagy akár 120 millió forintot. Reméljük, hogy így lesz. Lottozzanak minél többen, minél eredményesebben, nyerjenek sok-sok pénzt, és még egyszer boldog új esztendőt kívánok innen a stúdióból. Köszönöm a figyelmet, mához egy hétre, 17 óra 35 perckor a viszontlátásra, a viszonthallásra.